Az idei komáromi napok két nyertes pályázatra épülnek. Ezzel az volt a cél, hogy a várost egy kicsit megkíméljék a pénzügyi kiadásoktól. Az egyik a Kulturális Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Pályázata, a másik a Város Vízzene Barátság elnevezésű pályázata, amely a 20 éves testvérvárosi kapcsolatokra épül. Emellett szponzori támogatásokra is számítanak, mondta Hamrák Zsófia ünnepekért felelős tanácsnok. A komáromi napok ebben az évben is ugyanúgy, mint tehát hagyományszerűen a komáromi csata napjával kezdődnek április 26-án, és fejeződnek be május 1-én. Ebben az évben a szórakoztatás mellett a legfőbb célunk az, hogy a város történelmi múltjára épülő, szabadidős, hagyományőrző, ismeretterjesztő programokban minden komáromi fiatal, idős, gyerek és felnőtt megtalálja a magáét. A rendezvénysorozatot Molnár Attila polgármester és Anton Marek Észak-Komárom polgármestere nyitja meg április 26-án 11 órakor a Szabadságtéren. A megnyitó után a Városháza díszterme előtt egy nosztalgia testvérvárosi kiállítás nyílik, amely 6 napon keresztül várja az érdeklődőket. A komáromi napokra Sosnowiec, Namburg, Lieto, Szászsebes és természetesen Észak-Komárom testvérvárosokból érkeznek küldöttségek. A delegációk aktív résztvevői lesznek a programoknak. Április 26-án 14 órakor kezdődik Észak- és Dél-Komárom közös testületi ülése, ahol kitüntető díjakat adnak át. Éppen azért, mert pályázatot nyertünk, lehetőségünk nyílik, hogy a Felvidékről nagyon sok vendéget meghívhassunk, és próbáltuk úgy összeszedni, hogy ez kerek napokon, programokban kiteljesüljön. Az egyik legjelentősebb napunk 28-a vasárnap, amikor is Szőnybe, a Petőfi Sándor Kultúrházba korhatártalan kórus muzsikával nyitunk 10 órakor. Ennek a jelentősége és kuriózuma tulajdonképpen az, hogy Komáromban először lesz együtt mind a két Komárom összes működő kórusa, és szólal meg. Április 28-án a tavaszi emlékhadjárat 13. állomásaként Szőnybe a Hősök terére érkeznek a hagyományőrzők. A komáromi napok főbb helyszínei idén is a Jókai Liget és a Cibor Zoltán sporttelep lesznek, de bekapcsolódik az Arany 17 rendezvényház, a Klapka György Múzeum és a Petőfi Sándor Művelődési Ház is. A Jókai Ligetben április 26-án este utcabál lesz. Másnap a Komárom-Komárnó nemzetközi futóversennyel folytatódik a program. Ezen kívül számos sportesemény követi majd egymást, és igényes kulturális programok is ígérkeznek. Minden nap 18 órai kezdettel élőzenés nagy koncertet láthatnak és hallhatnak az érdeklődők. Többek között fel fog lépni Ruzsa Magdi, Fenyő Miki, Wolf Kati és a Hold Viola együttes is. Délelőttönként a gyerekeket szólítják meg meseelőadásokkal, bábjátékokkal, és érkezik a nagy kedvenc, az Alma együttes is. Április 29-én és 30-án szervezetten várják az óvodákat és az iskolásokat a Jókai Ligetbe, szintén gyermekprogramokra. A munkanapokhoz igazodva hétköznapokon 16 órától kezdődnek a programok a Jókai Ligetben. Május 1-én a folklóré lesz a főszerep. Ezen a napon lesz a Miénk a színpad elnevezésű esemény, amire várják az óvodák, iskolák és civilek jelentkezését. A részletes programot megtalálják a komarom.hu oldalon, a kominfo.hu oldalon, de minden komáromi megkapja a komáromi újság mellékleteként. Aki külön programfüzetet is szeretne, beszerezheti a Turinform irodában, a Közösségi Házban vagy az Arany 17 rendezvényházban.